Itt a nyár, úgyhogy készítünk egy nagyon finom burgonyás lángost. Ehhez elsősorban felkockázott burgonyára van szükségem. Beteszem a gőzpárolóba egy 12 percre. És ebből fogunk készíteni nagyon finom krumplipürét, vajjal és tejszínnel. Ebből fogom összegyúrni a tésztát. Az élesztőt egy kevés tejjel felfuttatom, azaz, hogy a tejszínnel. Egy keveset leveszek belőle, hogy belemorzsolom az élesztőt. Kevés cukor kell hozzá, én most barna cukrot találtam. Egy pici liszt. Ezzel hozzászoktatjuk az élesztőt a liszthez. Ezt egy habverővel elkeverem. És szépen eltesszük melegebb éghajlatra, hogy egy kicsit dolgozzon. Az élesztőnek ugye a kedvenc csemegéje az a szénhidrát, illetve a cukrok. Ezért adtam hozzá. A kovászt összekevertük. Egy picit letakarom. És hadd pihenjen, csak addig, amíg a többi anyagot összekészítjük. Elkészült a burgonyánk, lassan jó a sanynak a kukoricája is. Jó puhára főztük, és egy krumpli nyomóval jó alaposan összetöröm. Közben fölteszem még melegedni a tejszét. A tejszínbe mindjárt beleteszünk egy kis tengeri sót. Nekem van egy kis szarvasgomba is a tetején. Közben a krumplit egy kicsit még elpépesítem. Már fel is forrtam, nagyon gyors ez az indukciós lap. Szükségem lesz egy habverőre, és mehet is bele a krumpli. Az mindjárt le is hűti a tejszínt, úgyhogy ne fusson ki. És egy habverővel egyszerűen belefőzöm. Amikor már szép egynemű és jól összefort, beledobjuk a vajat. Lényegében ezt beletettem volna rögtön az elején is, nincs nagy jelentősége. Szeretném, ha gyorsan kihűlne, hiszen tésztát kell gyúrnom belőle, ezért kiterítem egy tányérra, és be fogom tenni hűtőbe. Elsimítom a tányéron, és bevisszük a hűtőbe. Kihűlt a krumplipürénk annyira, hogy ne bántsa nekünk az élesztőt, ugyanis 40 fok fölött az élesztőt meg tudja ölni. Ami pedig nekünk itt kovász formájában nagyon szépen megnőtt. Hát akkor állítsuk össze a tésztát. Először is beletesszük a krumplipürét. A lisztet fogom beletenni, hogy egy kicsit lehűtse, és belekaparjuk a kovászt. Nagyon sok széndioxid keletkezett benne. Fellazult, és így sokkal gyorsabban fog működni benne az élesztő. Gyúrókkal, és bevarázsoljuk a masinába. Elkészült a tésztánk. Egy nagyon pici folyadékot azért kellett még hozzáadnom, mert az én receptem az úgy szól, hogy megfőzzük fazékban a burgonyát, viszont akkor egy csomó vizet magába szív. Így viszont, hogy gőzpárlóban készítettük, nem szív magába annyi vizet, és ezt pótolnom kellett a gyúrás közben. A tésztánk közben elkészült. Kenyértésztánál valamivel lágyabbnak kell lennie. Egy ilyen jó kis nyúlós anyag. Átteszem egy másik edénybe. Ő elmegy még egy kicsit, egy olyan 20 percet pihenni. És addig elkészítjük neki azt a fokhagymás kis öntetet, amivel meg fogjuk majd kenni a lángos tetejét. Fokhagyma, fokhagyma nyomó. Néhányat kipréselek. Semmi más nem fog már hozzátenni, csak egy kevés sót, kevés víz. És ez az, amivel a piacon meg szokták ecsetelni a lángosnak a tetejét.